szeretném, hogy a a jó? Mert ugye a tegnapi... Köszönöm, vagyunk egy rövid szüneten, bár az mérkőzés volt a kassa ellen, és nem is teljesített rosszul a csapat. Visszanéztétek a videófelvételeket, mit tapasztaltál utána? Ugye az elsődleges cél az volt, hogy ugye több játékosnak is ugye tudtunk lehetőséget adni, meg hogy tovább gyakoroljuk a játékunkat a, a szünetben is. Összességében örülök neki, mert jó mérkőzés volt, egy első osztályú csapat ellen sikerült játszanunk jó körülmények között. Úgy érzem, hogy jól néztünk ki, sok helyzetet alakítottunk ki, sajnos a helyzet kihasználás még mindig nem volt az igazi, de ezen, ezen dolgozunk még a, a, héten, hogy hétvégére ez is élesedjen, és gólokat tudjunk szerezni. Azért az mindenképp jó, nem, hogy egy szlovák első ligás csapat ellen, másodszor is egy olyan mérkőzést játszottunk, hogy, hogy veretlen maradt az együttes. Hát ez így van, sőt azt gondolom a nagyobb helyzetek talán nálunk voltak, ennek kifejezetten örülök, de mondom, igazából mi a saját bajnokságunkra kell, hogy koncentráljunk most, itt kell majd három pontokat szerezni most már, újra visszatérni arra a győztes útra, amin ugye eddig jártunk. Azt gondolom, hogy a srácok motiváltak, jó úton vagyunk, tényleg a múlt héten is a munka nagyon jó mederbe zajlott, motivált volt most is a, a, hetet, ugye nagyon motiváltan kezdte a csapat, harapósak, látom, hogy tenni akarnak, motiváltak, szóval ez bizakodásra adokot. Mi a helyzet a sérültek? Esik? -e, azért úgy rendbe rakni őket itt a szünet alatt, hogy, hogy hadrafoghatók legyenek a folytatásban? Folyamatosan dolgozik, dolgozik rajta a stáb. Szeretnénk tényleg, hogyha minél előbb visszatérnének, de, de azt gondolom, hogy nem szabad kapkodni, mert az, az soha nem szül jót, hogyha ideje korán visszatérnek, de, de bízom benne, hogy most már azért lesznek visszatérőink. Ugye most a Magyaróvár nem szerepel jól a bajnokságban, sokan azt mondják, hogy ez egy fix kettes mérkőzés, ezek a legnehezebbek? Azt nem tudom, hogy a legnehezebbeket, de nyilván, nyilván ez, úgy számolunk, hogy azért ezek a kötelező győzelmek olyanok, hogy ebbe az osztályban nehéz megmondani, hogy kötelező győzelem, mert tényleg beáll, visszáll az ellenfél, megpróbál elrontani a játékodat. Nekünk kell bármilyen körülmények között tényleg feltalálni magunkat, felkészülni minden esetőségre, és tényleg olyan munkamorállal dolgozni, olyan minőséget vinni a pályára, hogy, hogy eldöntsük a saját javunkra. Azt gondolom, hogy végig koncentrálni kell, végig koncentrálni, végig jó tempóban kell tudni focizni, és minél több helyzetet kell kialakítani, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy ugye gólokat szerezzünk, és nyilván az segítség lenne, hogyha minél előbb gólt tudunk szerezni, de az most fontos, hogy tanuljunk az előző hibáinkból, és nem szabad belealudni, végig, végig koncentrálni kell, és hogyha van rá lehetőség, akkor minél hamarabb eldönteni a mérkőzést. Utána pedig jön majd egy sűrű hét kupa is, illetve két tévés mérkőzéssel is, de hát gondolom ezzel még nem foglalkoztok, a legfontosabb most ez a hétvégi találkozó. Ez így van, most nekünk ezt a óvárt kell mindenféleképpen három ponttal abszolválni. Állni. Nagyon örülnék neki, hogyha tényleg ez magabiztos játékkal jönne össze, de a legfontosabb a három pont.